Késős Nelitéstől egyet köszöntjük itt a Femerum Caféban, és hát elmondjuk azt, hogy nektek egész nyár a Balatonról fog szólni, mint ahogy ez már sokszor volt, vagy sokszor előfordult. Miért pont a Balaton számotokra, ami mondjuk a nyaralást illeti és jelenti? Nekem a Balaton, a Rivi. Hát igen, neked van hangod, nekem nem volt, de... Nem is lett azóta se, de nem baj. Figyelj, először is közel van. Uh-huh. Tök jó, fölösleges szerintem Magyarországról elmenni, mert itt nyáron, is gyönyörű. Én is mindig ezt vallottam. Tehát aki nyáron elmegy üdülni, akkor van vagy nagyon sok fölösleges pénze van, vagy őrült. Tehát amikor most a jövő héten is végig 35 fok van, akkor minek menjen az ember Horvátországba, vagy még messzebb, oda majd megyünk novemberbe, amikor... De azt azért láthatjuk rajtatok, hogy azért ti voltatok a Balatonon már idén is, mert nagyon igen, szép, nagyon szép színetek van. Nem, én egy másik országban voltam kivételesen. Ezt akartam mondani, hogy tudod, ő sokat jár külföldre. Ja. Ahol elég jó szint lehetett összeszedni, mert sokat voltam szabadban. Na de milyen volt, akkor beszéljünk egy kicsit, nem visszorolom arról, hogy milyen volt anya nélkül egyébként, akár Lajos neked, ugye a partnered nélkül, milyen volt, megérezted a hiányát? Megnyílt a világ. Tudtam, hogy ezt az irányt fogod behozni, de most valójában, mert azért rólad köztudott, hogy mondjuk 40 fölött, lehet mondhatunk 50 fölött lettél igazi apuka, de a lényeg az, hogy vagy családfő, hogy mennyire érezted meg Nelly hiányát? Én jobban, mint ő. Tehát az a félelmetes, hogy ebben a korban, ugye ami 2,5 évet jelent, nem hiányzott neki egyáltalán el is, de nagyon jó tudott, hogy elég nehezen lehetett onnan telefonálni. Nehezen lehetett onnan telefonálni, és amikor telefonált nagy nehezen egy hét után, akkor kérdezte, hogy hiányzik a picineket, én megmondtam neki a frankót, hogy nem. Egyébként nagyon jó a ti kapcsolatoknak a felépítése, tehát te úgy szeretsz, hogy senki? Az milyen? Biztos. Aha. Na azért még te kicsit. Milyen zsúriba jártatok? Egyérzelmi iskolába jártatok? Nagyon sokat jártunk az éjszakát, péntekenként érintettük a falat, és nem tudom, hogy én tanultam, valószínűleg én tanultam a Lajostól egyébként többet. Jó tanítvány vagy, gratulálok hozzá. Neked egyébként csak te továbbfejlesztetted. Mennyire hiányzott neked édesanyád? Mondja nyugodtan, mondja, tényleg. De komolyan, mert szerintem ez is ilyen szakaszokra bontható, hogy szerintem az elején biztos jó volt, igen, hogy nem volt van. Meg az a felügyelet, vagy az a vérszigor, aztán utána biztos volt olyan időszak, amikor nagyon hiányzott. Voltak olyan pillanatok, amikor jaj, de jó lenne, hogy anya itt lenne. Nem volt ilyen pillanat? Igazán végig az volt, hogy jobb lenne, hogyha ott lenne, mert nekem vizsgaidőszakom volt. Így nekem nagyon sokat kellett tanulnom, és igazából csak a suliban voltam, és haza is csak ilyen késő, tehát így késő délutánonként jártam. Uh-huh. És nem azért, mert csavarogtam, vagy ilyesmi, hanem azért, mert külön óráim voltak, meg tanultam, meg nem tudom, és akkor otthon így tulajdonképpen minden rám zúdult. Na és ti mit éreztek? Változott-e édesanyátok azóta, mióta hazajött, és kint mondjuk Ázsiába ott barangolt egy pár hetet? Őszintén nem, mert hogy következő volt, hogy még haza se érkezett tulajdonképpen, le se ült, le se pakolt, kint voltak még az előszobában a cuccok, már elkezdett takarítani. Komolyan? Igen, mert hogy nekem nem szólt, hogy jön haza, és meglepett azzal, hogy ott várt engem, ahol éppen mondta ki, fölhívott engem, hogy merre vagyok, mondtam, hogy mit érdekel, hát úgyis kint vagy. És akkor mégis még addig, meddig kérdezgetett még, akkor kikérdezett igazából, hogy merre vagyok, és meglepett, hogy odajött hozzám. A kapcsolatodban hozott bármilyen változást egyébként? Mert Lajos nem változott, azt látjuk. Szerintem... Egyébként, Frankon, nekem hiányzott a legjobban. Tehát a valóság az, hogy vizsgai időszak volt, és jó le volt a barátnőjével. Te el tudtad volna képzelni valamikor ezt a kimered mondani? Ráadásul egy élő műsorban, hogy neked hiányzott egy nő? Nekem is úgy, hogy mosni kellett, hogy ezt persze így ebben a formában, de én lebuktatom. De én lebuktatom, simán. Mert hogy tehát ő nem veszi észre saját magán, de változott azóta, mióta hazajöttem. De jó, tehát rájött arra, hogy... Megnőtt a haja. Igen. Rájött arra, hogy azért mégsem úgy van, hogy azért egyik pillanatról a másikra elenged, és akkor majd nem leszek. És miben változott? Miben érzékelhető? Ez hadd maradjon az én. Jobban szeret a Lajos szerinted? Nem, vagy nem hiszem, szeret? Hogy jobban szeretne. Szerintem ugyanúgy szeret, mint szeretett, csak most már nem fél kimutatni. De jó. Egyébként az igaz. Nelly, és neked mi hiányzott így a legjobban? Gondolom elég sok minden, így a család. Leginkább nem, mert ott voltam mellette, nem hiányzott a kisebb. Az is igaz. Leginkább a család. Tehát azért
azt tudtuk mindannyian, hogy nem egy ötcsillagos szállodába megyünk a pálmafás. Nem, azt senki nem tudta, azt senki nem tudta. Senki nem és elmondom nektek egy nagyon-nagyon kis kulisszatitkot és a nézőknek, hogy egyszer a Lajossal tudtál beszélni egy hét után telefonon, és hát mondjuk, hogy milyen sanyarú körülmények között élünk, erre a Lajos azt mondja, jó, de azért bulizni tudtok egy kicsit, nem? Tehát még a Lajos sem értette azt egyébként, amit mondjuk a Nelly, vagy hát azt hiszem, hogy legalább a város nézi, persze. Mennek nem. Jobbra-balra. Ez majd hál' Istennek fogják látni a nézők augusztus 28-ától, hogy ez nem egy wellness utazás volt, ez egy kőkemény játék. Tehát azért mentálisan, fizikailag... És mennyit fogytál te egyébként? Én sokat... nem fogytam sokat egyébként, én 3 vagy 4 kilót fogytam. Tehát én nekem, de hát az a látványos fogyás az nálad van, hiszen neked egy nagyobb súlyból könnyebb nagyobbat igen. fogyni, és hát izomban összeestél egy kicsit. Igen, úgy eszek, mint a vízisikló, de megpróbálom visszaoldni. A lényeg az, hogy kettesben egyébként tudtok lenni a nyáron, vagy lesztek, vagy csak így családilag lesztek együtt? Hát leginkább családilag leszünk, de én... De én nem vágyom arra, hogy kettesben legyünk, ezt halálkomán mondom, tehát én nekem fontos mind a kettő. Kis utánfutó. Nekem nagyon. Ha már ő nincs, pedig hát nem annyira rózsás a viszonyunk, de ha ő nincs otthon, már akkor üres a ház komolyan. Tehát ez nekem... Csengés, nekem neked így négyesben. A vizsgai időszak után mi lesz a kikapcsolódás az anyáikon kívüli nyaralásra? Lesz valami táborok, ilyesmi? Igen, majd lesz, most jövő héten megyek zenetáborban, de igazából nincs különösebb terv. Tehát én velük fogom így tölteni a nyarat, meg hát... És most abban a korban vagy, amikor még jó a családdal lenni, de azért már azért van, amikor le is olvadnál róluk egy kicsit? Egyébként nem tudom, én most így már kicsit hamarabb átzökkentem ezen a korszakon, vagy nem is tudom, tehát most már így tökre szeretek velük is lenni, de azért néha találkoznék a barátaimmal, akikkel úgy... Ő még nem tudja, hogy még szerveztünk egy programot neki, tehát egy zenész barátjával és egy zenész családdal fog eltölteni még egy hetet majd valahol, de ő ezt még nem tudja. Na, tessék, hát akkor úgy látszik, hogy ez a legjobb platform volt, hogy ezt megtudhasd. Egy hát olyan az még, az csapattal, akik fölkért őket, hogy az együttesükbe zené énekeljen. De jó. És ő még ezt nem tudja, de... Akkor lehet róla még valamit? Akkor mondjátok el most már. Hát nem akarom, mert nem túl jó lenne neki, hogyha elmondanám. Nem, a Pintácsi Vikiék megkértek, hogy hadd menjen el velük egy hétre nyaralni. És hát a Viktor, az neki osztálytársa volt, és nagyon jóban vannak a Vikinek a fiával. Nem is az, hogy hát nem voltunk osztálytársak, mert pont akkor jöttem el, amikor ő jött volna, de tulajdonképpen együtt nőttünk föl. Tehát. Igen. Hogy megváltozott az arc? Teljesen. Nem voltok le. A családi nyaralás nem volt ennyire most. Hát a nyár az esküvők szezonja, ugye, mint tudjuk. Megyünk egy buliba állítólag. Több esküvőre is hivatalosak vagyunk, azt mondjál, megyünk vagyunk. Szeretném megkérni a kedves szerkesztőket, hogy zárjuk le a beszélgetést a ponttel. Hát igazából te is. Hát mi azért hasonlóan szeretjük egymást. Neked az arcszíned eléggé hasonló most már a Lajosnak az ügyének a színéhez, szóval beszéljünk még arról egy picit, hogy milyen szakmabeli tervek vannak Nelly így a nyár után. Augusztus 21-ével elkezdek próbálni a Rom Colosseumban az Experience-el a Cinderellát, amiben a Jó Tündér keresztanya leszek majd. Van ilyen szerep, hogy Jó Tündér neked? Hogy jutott el Nelly eszébe, hogy valakinek erről jöttek? Szerep, Krisztián, mint ahogy téged beállítanak néha pozitív emberként, az is csak egy szerep, az sem az elég még könnyű neked, vagy az nagyon kiesik a komfortzónára? Figyelj, én azért szeretek színész lenni, mert olyanokat is eljátszhatok, amihez semmi közöm. Érted? Hát ez ezért lehetek én a Jó Tündér keresztanya. Akkor a Vidám Színpadon, ez lesz, ez egy szeptemberi bemutató lesz a Vidám Színpadon, októberben lesz egy Fedó darab, annak a bemutatója, úgyhogy véget ér a nyár. A Veres egy színházba megy az Ancona is szerelmesek, tehát azért véget ér a nyár, akkor azért jön a munka kőkemény. Elzának is van valami hozzászólni. Mi az, amit kommunikál most egyébként? Elza most mondja el, hogy a Bölcsének egy hónap múlva vége van, és ovis lesz szeptembertől, úgyhogy őnek is nagy változások. Mesélj el, hogy hová lett a cipőt? Milyen bogarat szeretsz? Egyébként egyszerre ballaktunk a hugommal. Csak ő az általános iskolából. Katica bogár? Katica bogár. Mész majd óvodába, és lesz új jeled. Képzeld el, majd választhatsz új jeled. Igen, jó, hogy nem kell felvarnia, vagy nem szégyellő sám. Egy picit se szégyellő. Hát nem ismer. Na igen, nem is, mintha nem ismerne. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, nagyon kellemes nyarat. Köszönjük szépen nektek is. Viszont és hát remélem nem találkozunk. Nektek is, nézőknek is. Mindenkinek. Csak nyár végén. Sziasztok. Sziasztok.